Köszöntöm nézőnket, beszélgető társamnak, tisztelt konstibol Esperes úr, köszöntöm a stúdióban. Köszönöm a meghívást, én is köszöntök mindenkit szeretettel. Advent időszaka következik, azt gondolom, hogy már nagyon sokan lélekben készülnek erre, de egy picit beszéljünk az ünnep eredetéről. Mit is jelent maga ez a szó? Hát nagyon-nagyon távoli múltra kell visszatekintenünk. A magyarázata az advent ünnepének, az ünneplésének, az elsőrenden a természetes emberi gondolkodásból fakad, ugyanis az advent az a reménységnek, reménykedésnek az ünnepe, és ez a keresztény embernek a remény az egy alaplelki állapota, és minden hívő ember számára ez egy alapvető dolog, hogy az emberi életben az idő az fontos, és a jövő idő az ember, és különösen is a hívő ember életében a reménység ideje. És ezt fogalmazza meg tulajdonképpen több száz éve az egyház, hogy nekünk van okunk reménykedni, és van okunk bízni abban, hogy az Isten kezében van az idő és a jövő. Éppen ezért már az Ószövetségben megvolt a várakozás, a váradalom. A proféták hirdették mindig, hogy Isten építi azt a jövőt, ami áldott lesz, abban a világban, amikor háborúság volt, éhínségek voltak, nyomorok voltak, akkor jó volt erről a profétai beszédről hallani, és ez a keresztény egyházban pedig hatványozottan is megjelent, mert a keresztény egyházban nekünk konkrét ígéretünk van arra, hogy Isten hogyan fogja megvalósítani az ő üdvösség tervét. És ez az, ami meghatározza az elmúlt 2000 évet. Tehát az advent az tulajdonképpen egy létforma, hogy annak aztán lett egy ünnepes formája, lett ideje, lettek szimbólumai, az majd később alakul ki, tehát hamarabb volt meg maga a lelkiállapot, amire ráépült az ünnep, tehát nem egy ünnep lett kitalálva, amire aztán később ki kellett találni valamiféle magyarázatot. Az advent ugyanis azt jelenti, hogy valaki érkezik, konkrétan. Ez azt jelenti szó szerint. Több az, mint a váradalom, mert amikor valaki várakozik, ez lehet akár egy buszmegállóban is, lehet akár egy orvosi rendelőben is. Abban azért van egy feszültség, mert nem tudjuk, mikor kerül ránk a sor, nem tudjuk, hogy mi vár ránk, nem tudjuk, hogy mikor érkezik, érkezik-e egyáltalán az, amire várunk. Ez egy annyira konkrét ígéret, hogy az adventben konkrétan meg van határozva, hogy ki érkezik, miért érkezik, mikor érkezik. Tehát egy olyan fajta váradalom, aminek tulajdonképpen a beteljesedése is biztos. Annyi benne a mi feszültség, hogy mi nem tudjuk a pontos időpontját. De hogy mégis hogyan történnek meg majd az események, ezek biztosak. Éppen ezért a múlt időben már vannak erre jelek, hogy Isten, amit megígér, az beteljesedik. Az advent ugyanis a mi gondolkodásunkban múlt és jelen és jövő összefüggésében az Isten bizonyosan megvalósuló akaratára ő mutat. Erre utal például a koszorú, amit mindenki ismer, mert azoknak a koszorú található és meggyújtandó gyertyák, ezek mind-mind konkrétan erre utalnak. Azt gondolom, hogy vegyük is végig, hogy melyik színnek mi a jelentése, és azt is, hogy melyikkel kezdünk, és miért azzal. Hát tulajdonképpen ez már inkább emberi hagyomány, tehát ez sehol nincs leírva, nincs előírva, hogy milyen színűnek kell lennie a gyertyának, ezért gyorsan mondom a kedves televízió nézőknek, ne okozza a lelki gondot, hogy olyan színeket hallanak, ami odahaza nincs, mert ez csak emberi hagyomány, tehát hogyha valakinek aranyszínű a gyertya a koszorún, akkor az is jó, higgyék el, ha valakinek vörös, az is tökéletes. Tehát ezért nem kell átszervezni a lakás dekorációt. Ezért nem kell elszaladni, gyorsan menni gyertyákat, mert ez csak emberi hagyomány, tehát szeretünk mi a szimbólumokban gondolkodni, hiszen azt könnyebb, sokkal könnyebb megjegyezni, mint valamilyen definíciót. És ugye az a szimbólum, amit a
egy adventi gyertyán látunk, az egyfelől a színnel üzen, mert a szín, ugye a lila, amiből háromnak kellene lenni eredetileg, az arra utal, hogy ez a régiek megfogalmazása szerint az adventi időszak a kisbőjt, tehát egyfajta önmegtartóztatás, és mindig a bőjt valamire való készülést jelent. Logikus, ha valaki érkezik, akkor illik rá készülni. Ha tudjuk, hogy érkezik valaki a családból, akár a gyermekünk, akár a szülő, akár a kedves vendég, egy hivatalos, egy potentált ember, akkor biztos, hogy előtte azért csak megnézzük, hogy még a sarkokban is ki legyen rendesen porszívózva, le legyen egy kicsit törölgetve. Ez a készülés, ez a bőjt. És hát illik ilyenkor önmegtartóztatni magunkat lelkileg is. A régiek éppen ezért például ebben az időben nem nagyon engedték az esküvőket, hiszen az valahol mégiscsak a korlátoknak az átlépését is jelentette. Egyedül a disznóvágásokat engedték, mert enni azért szeret a magyar. Ezt már nem lehetett bele szuszakolni ebbe a törvénybe. Tehát a lila ezért van. És van egy rózsaszín, mert hogy az pedig ugye az örömnek a megfogalmazása. Ez egyébként ez így van, hogy két lila rózsaszín, aztán pedig még egyszer lila gyertyát szoktunk meggyújtani. Ugye a négy gyertya, vagy az négy hétre utal, és a Krisztus négy fajta érkezésére. Tehát ezek mind szimbólumok, amikor bájosan, kedvesen meggyújtják odahaza családi körben a kedves televíziót figyelők, hallgatók a gyertyát, akkor jó, hogyha tudják, hogy egyébként ebben szakrális szimbólumok vannak, és szakrális üzenete van, mert azért négy hét az advent, mert Jézus Krisztus négy fajta érkezésére négy vasárnapon át emlékezünk. Ez nem fordítva van, hogy azért van négy hét, mert hogy négy gyertya van, és azt valahol szét kell osztani időben. Ugye ez, amit mondtam, hogy a múltban is az Isten ígéret beteljesedése, amikor megígér valamit, hogy az úgy lesz, ez első renden az ószövetségi váradalmakra utal, az első gyertya, hogy Isten megígérte, hogy meg fog születni a Messiás. Tehát ő testet fog ölteni, mert az isteni egzisztencia az ember számára mindig hipotézis, mindig feltételezés, mindig elképzelés, és Isten megígérte, hogy egyszer megmutatja, hogy ő valójában ki. Ez meg is történt Jézus születésében. Tehát Jézusban testet öltött az isteni entitás, leglényeg, emberi formát öltött föl. A második gyertya ennek a váradalomnak a beteljesedése, tehát ez a betlehemi megszületés. A harmadik gyertya, amikor az ember szívében is megszületik Jézus, megérkezik Jézus az ember életébe, és a negyedik gyertya pedig, amikor eljön ítélni élőket és holtakat, bár azt kell, hogy mondjam, hogy ezek a fogalmak, ezek átjárhatóak, tehát nem lehet azt mondani, hogy ez olyan fajta sorrendet feltételez, hogy ezen mindenki ebben a sorban kell a lelki életében végigmenjen, mert aki Krisztus hitre jut, az utána fogja megérteni az Ószövetségnek az összes dolgát. Van egyenes út az Ószövetségből és az Új Szövetségbe, de legtöbbször ez így van, hogy valakinek mondjuk a második gyertya az, ami először föllobban a lelkében, mert megérti, hogy Jézus Krisztusban valóban a tökéletes Isten tökéletes emberré lett, és visszamenőleg azt mondja, akkor érdemes volt az első gyertyát is meggyújtani. Én azt kívánom, hogy a református gyülekezet minden tagjához tudjanak eljutni, azokhoz is, akik betegek, azokhoz is, akikre most szükség van, hogy egy picit lelkileg is támogassák, esetleg kis csomagokkal, és hát azt is kívánom, hogy sok olyan csomag érkezzen, amit szét tudnak osztani. Igen, hát ebben köszönöm is a segítségüket. Biztos vagyok benne, hogy sokan lesznek azok, akik most fogják megérteni, hogy ők ebben részt vehetnek, hogy nem azon az oldalon kell állni, több oldal is van, de nem azon az oldalon, hogy ehhez nekem semmi közöm, nekem sem adott senki, nem kaptam semmit, én mindenért megdolgoztam, miért kér? Na, tehát ezt van azért olyan idő, amikor az ember minőségünket ezzel bizonyítjuk. Ez most az. Ilyenkor anélkül, hogy meg kéne magyarázni, ez is fontos.
Mert hogyha valaki, még egyszer mondom, május 26-án hozna egy csomagot, hogy tessenek, szíves lenne eljuttatni, én is néznék, hogy ezt most milyen apropóból, de most nem kell. Most lehet úgy, hogy csak le kell tenni az asztalra azt a kevéskét, és akkor mi megköszönjük, és jó helyre fog menni. Úgyhogy köszönöm is a segítséget. Én pedig köszönjük a beszélgetést, nézőinknek pedig a figyelmet.